A versenyen olyan gyermekes családok vehettek részt, ahol legalább az egyik szülőnek van érvényes B-kategóriás vezetői engedélye, a gyerekek életkora pedig 6 és 17 év között van. A 2020. szeptember 19-e és október 4-e között megrendezett területi vetélkedőn közel 500 család mérte össze tudását. Innen jutott a döntőbe a kalocsai család. Október 17-én és 18-án Hajdú, Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye adott helyet a versenynek. A 9 állomáson a versenyző családok közlekedésbiztonsággal összefüggő elméleti és gyakorlati feladatokat teljesítettek. Az én lányom az 15 éves, a Richárdom az 10 éves, ők már aktívan részt tudtak venni ebben a feladatokban. Nagyon sokrétű, az elsősegély nyújtási feladat mindig topon van, vagy mindig megrendezésre kerül, illetve a kreszteszt, azzal indul minden. Az a hangsúlyos, tehát hogyha a végén pont egyezőség van, ott nagyon fontos, hogy jól szerepeljen a család. Volt vízi közlekedéssel kapcsolatos feladat, az nagyon nehéz volt, és tényleg a szervezőknek is gratulálok, mert az feladta a leckét, de mindig van kerékpáros ügyességi pálya, ahol ott is ki van találva, tehát a gyermek és a szülő is teker. Nagy volt a boldogság a siker után, ami érthető is, hiszen sokadjára méretette meg tudását a kalocsai család. Nem először futottunk ennek neki, az 5. alkalommal voltunk, általában 2. helyen végeztünk, és ezért ezt újra átélni, hogy akkor még mindig nem mondják Bács-Kiskun megyét, még mindig nem, és akkor, amikor kimondták, hogy mi a Rideg család nyertük meg az autót, hát hatalmas élmény volt. Amikor először indultunk, akkor a lányom, a Lili 9 éves volt, és játéknak indult az egész. Tehát egy jó kis családi napnak terveztük, és akkor megnyertük a megyei döntőt, ami Kecskeméten van mindig megrendezve, és utána jutottunk ugye az országosra, akkor a Hungaroringen volt megrendezve, nagyon jól éreztük magunkat, akkor ilyen 10., tehát a középmezőnyben végeztünk. Utána azért rájöttünk, hogy ilyen nagy a tét, egy kicsit jobban foglalkoztunk vele, többet gyakoroltunk rá, és akkor a többszöri 2. hely volt eddig a helyezésünk. A verseny fődíja egy személyautó volt, mint megtudtuk, emellett számos előnye is volt annak, hogy részesei lettek a versenynek. Azon kívül, hogy egy jó kis családi program tud lenni, azon kívül nagyon sokat tanultunk belőle, a gyerekek is. Tehát egy elsősegély szituációs feladatban ott lenni, és olyan, mintha egy megtörtént baleseti helyszínt kell lekezelni, ebből nagyon sokat tud az egész család tanulni. Az én gyerekeim most élő példaként pont egy balesethez értünk oda, amikor jöttünk haza a megyei versenyről, és ők már pattantak volna ki abban a pillanatban az autóból, és segítettek volna. A Lili hívja a mentőket, már tudja, hogy mit kell mondani. A szervezők a családi vetélkedőn túl az iskolák számára is pályázatot hirdettek. Azokat az oktatási intézményeket, amelyek a vetélkedő sorozaton a legtöbb családdal vettek részt, díjazták.